A községtől pár kilométerre lévő, a rét felett kihúzott egyik erős áramú távvezeték betonosztopán a kábelt rögzítő, pár kilogramm súlyú fémtartót szemelhette ki a tolvaj február 24-én a déli órákban, aki felmászott a villanypóznára és éles szerszámmal, valószínűleg baltával próbálta levágni a vasat rögzítő bilincset. Az elkövetőt azonban megzavarhatták, mert az optikai kábelt ugyan elvágta, azonban a szerkezetet a helyszínen hagyta. A szolgáltatóhoz 12:45-kor érkezett az első hiba bejelentés, majd ezt követően indultak a műszerészek a kár felszámolására. A helyszínen azt is megtudtuk, hogy ismeretlenek egyre gyakrabban okoznak kárt a cég hálózatában, de arra nem volt példa, hogy délben vágják el a vezetéket. Simon Péter, a hiba elhárítást végző csoport vezetője megjegyezte, a cégnek okozott több százezer forintos kár mellett jelentős az erkölcsi veszteség is, hiszen 4000 előfizetőjükhöz nem jut el több órán keresztül a szolgáltatás. Ezért tervezik, hogy a 4 kilométer hosszúságú kábelszakaszt a föld alá helyezik. Több mint 20 településen több ezer ügyfélnél maradt ki a kábel, tévé, internet és a telefonszolgáltatás. Egy visszatérő probléma miatt ugyanis megint kábellopás történt, és ez itt a megyeszói területen történt. Sajnos az elmúlt évek során, és inkább azt mondom, hogy az elmúlt két évben folyamatosan elvágják itt az optikai kábelünket. Most vágták el 5-5-ször, ebből a tavalyi évben 3-szor. Hiába tájékoztatjuk a lakosságot, írjuk föl a villanyoszlopok oldalára, hogy fémet, rezet nem tartalmaz ez optikai kábel, ennek ellenére vannak, akik ezt nem olvassák el, vagy nem hiszik el, hogy nincs benne, és csak megnézik. Persze természetesen az utóbbi időszakban már nem is lopják el a kábelt, csak elvágják, miután látják, hogy nincs benne fém és réz, ott is hagyják. Vagy mint például a mostani alkalommal a tartó szerkezetnek a vasáért, ami mit tudom én, a mélytelepen 200 forintot ér, ezért csináltak egy 4,5 millió forintos kárt. Már többször próbáltuk felhívni a lakosság figyelmét, sőt mi több, az elkövetők figyelmét is arra, hogy ezekkel a rongálásokkal, mert ez kvázi csak rongálások, tehát eszmei, anyagi előnyt nem tud szerezni vele, aki ezt elköveti. Csak az a gond, hogy ezekhez az ügyfelekhez el se jutunk. A lakosság azon részét a kábel, tévén, információs csatornákon keresztül tudjuk tájékoztatni, akinek most is van szolgáltatása a mi felénk. Viszont az a gond, hogy ezekhez az ügyfelekhez sajnos nem nagyon fogunk már egy emberekhez, lakosokhoz, nem fogunk eljutni. Tehát megpróbálunk mindenféleképpen valami szórlapos tájékoztatást a következőjökben kampányt indítani, hogy minden szélesebb körben tájékoztassuk a lakosságot, mert sajnos ezekben az utcákban már a mi szolgáltatásunk réges-rég nincsen, sőt, ezekben az utcákban már sokszor még villany hálózat sincsen, nemhogy még egy telefon vagy internet, kábel tévé hálózat működne már ezeken a településeken. Tehát valami szórlapozásra mindenféleképpen megpróbáljuk majd elejét venni, tájékoztatni a lakosságot, hogy ne kövessék el minél többször ezeket a eseményeket vagy károkozásokat, mert sajnos ezzel nem csak nekünk okoznak anyagi kárt, hanem jelentős kieséseket olyan településeken, amik nem is közvetlenül az ő területeket érinti, hanem sokkal távolabbi településekről van szó. Egy optikai kábel akár 10-20-30 településre is viszi a jelet, és az más településen nem észlelhető, hogy ott rongálás történt, mégis attól nincsen szolgáltatás. És azért a mi hálózatunkon telefonszolgáltatás is ünnepel, és ilyenkor ez jelentős veszéllyel is járhat egy orvos, rendőrség vagy tűzoltóság értesítése, amikor nincsen egy telefonszolgáltatás, és nem tudják értesíteni ezeket a hatóságokat. Milyen büntetésre számíthat az, akit tolvajláson, kábellopáson érnek? Most már egyre növekszik ennek is a büntetéstétele. Korábban mindössze a pénz vagy a károkozás, a rongálás anyagi értéke határozta ezt meg, hogy mekkora büntetést kap az elkövető. Most már egyre nagyobb büntetési tételeket kapnak, nem csak az anyagi részére számítható büntetést, hanem maga az eszmei és maga az üzleti kárra. Nem beszélve róla, hogy az újabb kormányzati és büntető törvénykönyvi szabályozásba a kábellopást azt már terrorista cselekménynek is lehet, hogy fogják minősíteni, mint ahogy
az előbb is említettem, ilyenkor például egy mentő kihívása akár életekbe is kerülhet, tehát ez már ember vagy élet elleni bűncselekménynek is minősülhetne. A több millió forintos költséget azonban nehéz előteremteni a társaságnak, figyelembe véve az idei év január 1-től a közművezeték után méterenként kivetett 125 forintos különadót, amit szintén fizetniük kell. Az immár negyedszer megrongált optikai kábel üvegszálból és műanyagból áll, és egyáltalán nem tartalmaz fémet. Ezt azonban még mindig nem tanulták meg a tolvajok. Vagy az is lehet, hogy már tudják, hiszen nem vitte el a vezetékeket az elkövető. A nagy feszültségű oszlopokon is kihelyezett táblán is felhívják erre a figyelmet, feltételezve, hogy a tolvaj tud olvasni.